Jó estét kívánok. Tudja, hogy miért állítottam meg? Bocsánat, én nem tettem semmi rosszat, abszolút semmi rosszat. Maga 135-tel ment végig lakott területen belül. Jó, bevallom, elfelejtettem lelassítani, amikor beérkeztem a városba, de utána nem volt semmi, ami mondta volna, hogy le kellett volna lassítanom. Útmunkálatok vannak a városnak a legeldugottabb szélén. Az egész város tele van 30-as táblákkal. Hát de kérem, nekem szorongásom és posztraumás stressz szindrómám is van. Nekem is megújult a PTSD, ahogyan elütötte azt az osztályi különleges kezelésre szoruló gyermeket. Kérem, adja oda a jogosítványát, a többi papírról ne is fáradozzon. Nem elég, hogy rettenetes állapotban van az autó, és lehet hallani, hogy nincs benne katalizátor, de még a rendszámtábla sincsen rajta. Egyáltalán miért indult el ezzel? Most komolyan adott egy darab papírlapot, amikor egy hivatalos dokumentumot kértem el? Kedves... Non Bin Laden? Igen, a nevem Non Bin Laden, mert én egy nem bináris személy vagyok, és én nem tettem semmi rosszat, és szorongok, szóval kérem, engedjen el, vagy különben ordítani fogok. Tegnap egy mocskos szemét súnyi homofób, transzfób, szexista rendőr letartóztatott egy ártatlan, nem bináris migráns, aki csupán egy osztályi fogyatékkal élő gyermeket ütött el a lopott autójával részegen. Szerintem mindenki játszott már kártyajátékokkal, nem kell őket bemutatni. Póker, Uno, Yu-Gi-Oh, Magic the Gathering, szerintem valamivel, valamikor mindenki játszott már. És mindenki ugyanazt az egy embert utálja, valahányszor ilyen kártyajátékról van szó. Az az egy idióta, aki nem bírja elfogadni, hogy egy gyökér a játékban, és ezért valahányszor észleli, hogy jaj, mindjárt ki fog kapni, akkor egyből, jaj, hát nem ezt akartam lerakni, én más statisztikát akartam, ember! Mindenki látja, hogy ki kaptál, mert egy gyökér vagy. Ne tedd már magadat nagyobb gyökérré azzal, hogy megjátszod, hogy jaj, hát ez csak egy véletlen volt, azt a rohadt. Hát én tökéletes vagyok ebben a játékban. Egyáltalán hogy érzed magadat, hogyha még azt is mondanánk, hogy oké, rendben, akkor csaj nyugodtan, hogy akkor mit érzel? Tehát milyen örömöt érzel azzal, hogy csalással megnyertél egy játékot, és még csak nem is raffinált csalással, hogy hát tökéletesen elrejtettem a kártyákat, és úgy érzem magam, mint egy kibaszott outlaw, egy rohadt körözött bűnöző, mert folyamatosan csalok Unóban. Tehát még csak nem is valami egyedit csináltál, csak egyszerűen egy nyomorék vagy, és elbosztad valószínűleg mindenkinek a játszmáját. Na most, van ez a nagyon híres kártyajáték, úgy hívják, hogy emberi konfliktusok, és mindenki elkezdte ezerre használni az áldozatkártyát. Na most az áldozatkártya igenis létezik, és néha jól lehet használni. Tehát, hogyha tegyük föl nekem valami külföldi, elkezdi mondani, hogy a kommunizmus az milyen egy csodálatos dolog, akkor előhúzom az én kis áldozatkártyámat, és megmondom, hogy aha, néhány felmenőm mesélt arról a gyorsátos korszakról. Nem, a kommunizmus nem jó. És ezzel az áldozatkártyámat jóra használtam. De viszont a legtöbb ember olyan szinten véletlenszerűen húzzák elő a szarabnál szarab áldozatkártyájukat, hogy az tényleg röhelyes. Why are you driving in the wrong way of traffic? No, I just got changed around. I just moved here like 2 months ago. Okay. I just got changed around. Okay. Do you understand what's going on though? Yes. You're going in oncoming traffic. I know, and I just decided that it was better just to turn around really fucking quick. So, okay. But I'm sorry. Ugyan biztos úr, csak meg akartam fordulni. Megállítani a mocskos ex-szemet. De csak meg akartam fordulni, és azért mentem a bal oldalán az útnak 30 kilométeren keresztül. Tényleg, csak meg akartam fordulni. This is your car? Yes. I'll look at your insurance well, too. Well, not my car, but it's my mom's. Because my car got kind of fucked up. I'm so sorry. What happened to your car? It's with my dad, like... No, but you said it got messed up. Yeah. Igen. Nincs is jobb, mint összetörni a saját autódat, aztán elkerni anyádét, hogy abban tartóztassanak le. Na de főszereplőnk, vagyis illető, aki azt hiszi magáról, hogy a világnak a főszereplője, elkezdett sarokba szorulni. Itt az idő előhúzni az áldozatkártyákat. Sorry, I just have like really bad social anxiety and stuff. I get you. Sorry, just like as an indigenous person. Miss Perry? Well, I'm non-binary, so... Okay.
What do you go by? Kai. How can I refer to you tonight? Kai? Okay. A főszereplő Kai, a Dédem Xim-Xem Xör azzal kezdi, hogy szociális szorongása van, őshonos és nem bináris. Ezt az ultracsanád rendőrtiszt azzal kontrázza, hogy leszarja. Hey, I'm smelling alcohol. I know. How much have you consumed tonight? Like probably 3 drinks. 3 drinks? Okay. Judging by driving wrong way on that street? I know. That's the other thing that I was thinking about. Well, hang on. Don't cut me off. Judging by how you're driving, the smell, I need to run you through some tests right now. Okay? That's why I have you out of the car. Hölgyeim és uraim, a gigacsanád rendőrtiszt felfedezte, hogy Kai még ivott is, és Kai kurva okos módon bevallotta, hogy ivott, úgyhogy nem értem, hogy minek kellenek egyáltalán ide a tesztek. Ittnál? Igen. Vezettél? Igen. Az útnak a rossz oldalán? Igen. Akkor leszarom, hogy szociális szorongásod van, őshonos vagy, meg nem bináris, mész a börtönbe. Ilyen egyszerű. I'm gonna run you through some tests to make sure you're safe to drive. Okay? Okay. De minek? Értem én. Már mindenki ártatlan, amíg be nem bizonyosodik, hogy bűnös, de bebizonyosodott, hogy bűnös, bevallotta, hogy bűnös. Bitófára vele! You said you had 3 drinks? What kind of drinks would those be? Rum and a cider. Okay. Are we talking like a mixed drink? Are we talking a shot? What are we talking about? Well, rum is gonna be a mixed drink. Cider is just a cider. Okay, perfect. Stand facing me, please. But I just want you to know that I also have very bad social anxiety. You and me both. Okay. Boom, baby! A gigacsonád rendőrtiszt bevetette a saját szociális szorongás áldozatkártyát főszereplő Dédem Xim-Xem Xör Kai ellen, ezzel megmutatva, hogy a szociális szorongás nem kifogás arra, hogy itt a sállapotban az út rossz oldalán megy. Stand with your feet together, toes touching, arms by your side, just like I am. Hands outside of your pockets, please. I'm gonna have you take those glasses off. You can fold them up, put them in one of your pockets. Perfect. I'm gonna be going back and forth with my finger. I don't want you to move your head throughout this test. I just want you to focus on the tip of my finger, only moving your eyes. You obviously have glasses, so there's no contacts in your eyes right now, correct? Any recent head trauma, traumatic brain injuries, anything I need to know about? Mental, yes. Kai megpróbál kontrázni azzal, hogy a fejsérülésekhez megmondja, hogy traumája van, jaj! Nagy baj, hogy ez nem igazolja azt, hogy itt a sállapotban az útnak a rossz oldalán mész! Is there anything that would prevent you from driving that car? Okay. Stand with your arms by your side, please. I want you to focus on the tip of my finger, okay? Focus on my finger, please. I am. You're just like trying to intimidate me. Na, most egy nagyon természetes dolgot láthattunk. Szóval, amikor itt a állapotban elmész édesanyád autójával, mert a sajátoddal nem tudsz elmenni, mivel a sajátodat már összetörted, és a rossz oldalon mész az útnak, és megállít a rendőr, és elkezd rajtad alkoholtesztet folytatni, te meg úgy gondolod, hogy meg vagy félemlítve, annak egy nagyon egyszerű és tudományos neve van. Ami nem más, mint édesanyádék nem szabkodták le a tőgyarcodat eléggé gyerekként, amikor valami fasságot csináltál. Well, as you know, as an indigenous person and there's a bunch of shit going around, I'm sorry, but it's just for me to be on my toes. I get you. Will you go back to that position I had you in? Standing with your feet together, arms by your side. Mint egy őshonos amerikai, fehérebb vagyok egyébként, mint a tej. Egyébként tökre bírom, hogy mivel már nem tud mit kitalálni, ezért azt mondja, hogy hát, mint egy valamelyik áldozatkártyám, mint egy ember, aki ezt reprezentálja, nekem nagyon oda kell figyelnem, ezért nem vagyok képes figyelni az ujjadat. Stand on my light, if you would please, face your vehicle. Can you remember that I told you that I'm non-binary? Yeah, I'll try my hardest, okay? It's not something that I deal with every day, so I'll have the mistake of the habit, right? Emlékezz arra, hogy nem bináris vagyok. Senkit nem érdekli, hogy nem bináris vagy, és ezért nem tudsz vezetni a jó oldalán az útnak, nem itt az állapotban. Annyiszor mondtam már, hogy itt az állapotban a rossz oldalán vezetsz az útnak, hogy lassan ivójátékot lehetne ebből csinálni. Egyébként minden tisztelet kijár ennek a gigacsanád rendőrtisztnek. Olyan professzionálisan kezeli ezt az egészet, hogy kedves főszereplők, Xim-Xem Xör, Dédem Kai nem tud menni Twitterre rinyálni, hogy egy rendőr bunkó volt vele. És nem vagyok hajlandó X-nek hívni. I need to know if you have any injuries or anything that would prevent you from doing a standard walk or turn tonight.
Mental health. Any physical injuries? Mentally, yeah. És van-e valamilyen fizikai sérülése? Hát, tegnap előtt azt álmodtam, hogy lebaszódok a lépcsőről, mint a Magdi anyus, szóval mentálisan a jobb lábam kicsikét el van baszva. Now with your right foot, place it in front of your left in a heel to toe touching manner, with your arms by your side, just like this, ma'am. Can you not call me ma'am, please? I'm trying my hardest. Okay, well. Okay. It means a lot to me. I'm trying my hardest. I don't feel like a man, so. Okay. It's kind of triggering. Right foot in front of your left. Heel to toe touching, just like I am. I'm sorry, but the whole man thing, just like... I apologize. Let's see if we can move forward from it. This is the starting position for the test. No, that's what I'm doing! Úristen! Giga család rendőrtiszt véletlenül asszonynak hívta a nem bináris szemét, ezzel adott neki teret arra, hogy rinyáljon. Do you have any questions? No, I'm just really... Okay, you have zero questions? No, but I just want to tell you that I suffer from really bad anxiety, especially with generational trauma and PTSD around white people and cops. Like. Aha, most meg már csak lazán rasszisták leszünk a fehérekkel. Okay. Egyébként én így a rendőr helyébe így odafordultam volna hozzá, és annyit mondtam volna erre a kis... aranyos, egyáltalán nem gyűlölettel teli szövegre, hogy figyelj, ha generációs traumád van és PTSD-d a rendőrök felé, akkor üzenem az egész családnak, hogy be lehet tartani a törvényt, és hidd el, hirtelen nem leszünk olyan ijesztőek. You didn't listen to what I said, man. I know. I said when I instruct... I'm proving to you. I said when I instruct you to start... I know, and right now I just feel fucking harassed, so... Okay. I said when I instruct you to start... Okay, can you just count now? You're gonna continue to count... Because I am getting harassed. ...until I tell you to stop. Okay, go ahead. Go ahead and begin. Nem csinálom rendesen, amit mondasz, ezért folyamatosan újra kell kezdenünk, ezért azt mondom, hogy te szakadsz engem. Giga család rendőrtisztnek egy béke Nobel-díjat tessék adni. Mert nem ezért vagy azért... De ennek a leányzónak mindenbe bele kéne ütni az orrát. Go ahead and place your hands behind your back. Don't, dude. Don't make don't, it hard. Please. Don't make it hard. No, no. You're... Woohoo! Ez az! Végre! Édes, édes igazság! You're gonna get a resist. Dude, I... You're gonna get a resist. I don't. Don't resist. Don't. Listen to me. Don't resist. Don't. You're being Come a here. White man and... Jaj, ne, fehér ember vagy! Te megmész a börtönbe, te rasszista picsa! Don't! I followed all of your shit, like... Don't resist. Don't! No, yeah, I followed all of your shit! Don't resist. As an indigenous person, like, fuck you guys! So you're gonna be placed under arrest for driving under the influence tonight, ma'am. Hallottátok? Giga család rendőrtiszt megint leasszonyozta az illetőt, és nem akadt ki. Látjátok, gyerekek, amint szarabb sorsotok van, örültök annak, hogy van valami egyáltalán a lábatok között, mint hogy sírjatok, hogy ti nem bináris balfaszok vagytok. Have a seat. No! Have a seat. I mean, I will, but like... Can I just see you guys are being fucking assholes about somebody who suffers from generational trauma, PTSD and depression and suicidal tendencies? Ó, igen, a rendőrök csak gonoszak veled, mert te vagy az őshonos tikhordókánya, és nem pedig letartóztattak, és csak a munkájukat végzik, mert még mindig itt a állapotban az útnak a rossz oldalán mész. Na de minden jó, ha jó a vége. Legalább láttuk, hogyan letartóztatják, hogy mi lett velőle, fogalmam sincs, lehetséges, hogy a börtönben ő lett a nem bináris koton. Mielőtt lelépek, egy-két komoly szót szeretnék mondani. Ne baszogassatok senkit azért, mert gender diszfóriája van, vagy azért, mert meleg. De hogyha valaki odajön hozzátok, hogy ő egy they-them, vagy nem bináris, vagy valami hasonló dolog, akkor anélkül, hogy megütnétek, vagy valami, emlékeztessétek arra, hogy amiről beszélnek, az egy kalapfasság. Tehát ilyen nem létezik, hogy nem bináris, oké? Okay?
Azon kívül szeressétek, akit akartok, és próbáljátok meg boldogan élni, mert higgyétek el, az, hogy folyamatosan azt keresed, hogy mikor lehetsz te az áldozat, az nem egy jó dolog. Ez extrém módon egészségtelen valójában. És kurvára boldogtalan leszel. Na, de viccen kívül ennyi volt ez a videó. Remélem megmosolyogtatott. Ciao, ciao!